tisztelettel üdvözlök mindenkit, akik három órás non-stop előadás korai után még kíváncsi az én előadásomra, igyekszem az időt jól kihasználni. 2010. október 31-én Sepphányban kötöttünk a miniszterelnök látogatás alkalmával, és miniszterelnök úr jelenlétében együttműködési megállapodást, a fejlesztési tanácsa, és június 25-én pedig ez évben a parlamentben a két miniszterelnök jelenlétében írtam át Egyen Sándor és partnere egy megállapodást arról, hogy létre fogjuk hozni a kínai magyar üzleti találkozót. Ez a mi szempontunkból egy különleges képződmény, a BOSZ más üzleti tanácsot nem kíván létrehozni, és a kormányzat pedig világossá tette, hogy ez a üzleti tanács az nem egyikusok közül, hanem ez a Vegyes Bizottság magyar tagozatának a partnere vállalati kérdésekben, és jól mutatja ezt, hogy a magyar-kínai üzleti tanács elnökségébe delegál az MGOSZ elnökséget, ahol ott van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kínai tagozatának elnöke, és természetesen ott van egy kedves partner intézményünk, a Kínai Kereskedelmi Kamara elnöke, a jelenlévő Betülelmény is. Lehetőséget kapott a statikusa szerint a Kínai Magyar Üzleti Tanács, hogy területi szerveket is hozzon létre, ez megint csak aláhúzza a jelentőségét ennek a fórumnak. És abban is egyetértettünk a kínai partnereinkkel, hogy mi nem csak a magyar-magyar, hanem a jogilag magyar, tehát a kínai tulajdonban lévő magyarországi vállalkozásokat is meg fogjuk invitálni. Tehát a visorai között ott lesz a Huawei, Tiongkok, mint a Bandua, és remélhetően a Bank of China. A kínaiak szempontjából alapvető jelentőségűek lesznek majd a megyei kormányhivatalok, egyszerűen azért, mert bármilyen problémájuk van, oda kell fordulni. Tehát mi akkor, amikor kínai delegációt hozunk Magyarországra a külkereskedelem fejlesztési tanács támogatásával, mindig a megyei kormányhivatalnál is teszünk egy bemutatkozó látogatást. Munkaerőt, a munkavállalási engedély, lakásvásárlás, ezek a kínaiak számára rendkívül fontosak. Azt kell mondanom, hogy ameddig Magyarországon a jelenlegi viszonylag kedvező helyzet fennmarad, addig ugye mi rajta vagyunk a befektetési térképen. Mind a két oldalról szeretnénk szorgalmazni a KKV-knak a részvételét, és itt az az intézmény, amelyik támogatja Való Ferenc barátunknak a vállalkozását, valószínűleg fontos partnerünk lesz, ugyanis szeretnénk azt elkerülni, hogy csak a nagy cégekre koncentrálunk. A kialakult modell mégpedig az, hogy van egy politikai szint, ez a kínai tartomány és egy magyar megyei vezetés, a közgyűlés. Mi előre látjuk azt, amiről bevezetőben elmondunk, beszélünk, hogy január 1-től a gazdaság szervező feladatok használ a megyei feladatoknak a középpontjában, és van egy gazdasági szint, a megyei MOSZ és a tartományi CCPI kereskedelem fejlesztési tanács. Természetesen a MOSZ ezt nem úgy fogja fel, hogy akkor csak MOSZ-tag és MOSZ. Ez annál is inkább ideális lenne, hisz itt ugye nagyon komoly gondok vannak, ugye egy átlagosan mondjuk 6-700 ezer fős, vagy talán kevesebb lakos megye áll szembe 30-40-60-80 milliós tartományokban. Tehát természetesen mi ezt úgy szervezzük, hogy megyén belül, sőt esetleg a három régióban is, függetlenül attól, hogy hozzáadat sem, érdeklődő, akkor természetesen az akcióinkban nem tudjuk volni. No, itt akkor most elősebben visszajöttem, akkor megteszem a közvételi bejelentést. 11 és 12 között azért nem tudtam itt lenni, mert itt van az OECD-nek a vizsgálóbizottsága. Az OECD két évenként ad ki egy országjelentést az összes tagállamról, ilyen a 34. Magyarországról 2012. februárjában fogják ezt publikálni, és ezt előkészítettük, egy szakértői csoport találkozott itt többet, mint a munkaerő és a munkavállalók képviselőivel.
és tekintve az OECD mellett működő munkadó érdekképviseletnek az egyetlen alelnöke vagyunk Kelet-Közép-Európából, ugye egyen is felkértek, hogy legyek ott és mondjam el a véleményemet. Érdekes, hogy mellette ült a LIBA szakszervezeteknek a képviselője, aki mielőtt elbúcsúztunk volna az OECD küldöttségre, azt mondta, hogy uraim, egy figyelmeztetésem van az önök részére, siessenek nagyon a repülőtére, ugyanis a reggeli órákon a befelé jövő útvonalakon csinálják a félpályás útlezárást, én is éreztem ezt a közösségből jöttem be, ugye a délutáni órákon az át fog terjedni a kifelé menő sávokra, tehát akinek időre kell hazaérnie, kérek, hogy idejében induljon el. Én annyit megígérek, hogy a késéshez éppen minden perceket nem fogok tudni és akarni hozzáadni. Nos, pedig néhány példát mondtunk arra, hogy június óta milyen megéri együttműködéseket alakítottunk ki. Hangsúlyozom, hogy ugye a példáknak csak egy részét tudom elmondani. Azt szeretnénk, hogy minden egyes megyei tartományi kapcsolata legyen egy gazdasági tartalma. Tehát nem úgy általában. Ugye Szabolcs-Szecsuán. Szecsuán az egyik legjelentősebb élelmiszeripari megye. Itt az élelmiszeripar, a prémium termékek, a kínai kertészet például. Tehát nem arról van szó, hogy ide hozom kínai vetőmagot, mert azt az Európai Unió nem biztos, hogy már regisztrálta, de a kínai kertész az egy fogalom a világban. Tehát azt gondoljuk, hogy egy kínai kertész segítségével esetleg 100-150 másképpen alkalmazható embernek is tudunk legális munkát adni. Hajdúbihar túlreprezentálta a csalát, itt is szerepel az egyik legaktívabb megyénk, gyógyszeripar, járvi állattenyésztés. Ezekről megint csak szólni kérdezik. Ugye a kínaiak a 12. fejlesztési tervben a belső fogyasztás a koncepciója. Ami azt jelenti, hogy az ottani középosztály egyre jobban igényelni fogja a prémium termékeket, így többek között az európai és a magyar is. Márciusban voltam ki először Csunkinban, egy gazdasági fórumot tartottam, és Csunkinban van a legnagyobb sertéstenyésztő bázis, 20 millió sertéstenyésztő. Ugye a magyar érték az valamivel alulról nyaldossa 3 millió, ugye? És ez egy egész hosszú. És akkor elmondtam, hogy van nekünk egy mangalicán, akkor ilyen sertéstenyésztő mindenki érte, kérdezték, hogy na és hány kilogramm takarmányból jön ki egy kiló hús? Mi a zsír és a hús aránya? És akkor elmondtam ezeket a mutatókat, azt mondtam, hogy bocsánat, tehát ezek riasztóan rossz mutatók, ugye mégis mitől jó ez a mangalica? Mire voltak kérem, igen, de alacsony koleszterol tartalma. Ó, ezek hefkodnak, tehát ezek egészségtermék nagyon jó. Ugye azt már nem mertem elmondani, hogy hány mangalica van ma egész Magyarországon. Ugye, járműgyártás. Ha valaki járt Shanghai-ban, mondjuk 1010 évvel, akkor azt látta, hogy ugye az egész várost behálózzák ezek a kis tízebb meghajtású rovogók. Aki most megy oda, nem lát tízebb meghajtású rovogót, elhatározták, hogy ezeket kisöpik, egész sarkán rovogók tekintetében át van állítva elektromosan. És ugye Debrecenben van egy elektromos busz, nem azt mondta, hogy sorozatgyártásra kész, de mondjuk Kósa polgármester úr már hajtotta le és fényképezték vele. Ugye ez például egy nagyon komoly dolog, hisz a kínaiok szeretnének eladni járműveket az Európai Unióba, ugye csak a töréstesztet ebben az évben tudták először teljesíteni, a motor kibocsátása az Euró 3-as általában, nagy ritkán Euró 4-es, Euró 5-ös nem igen tudnak, de például egy velünk való együttműködésben kihasználva, hogy a nagy léggyártó miatt, ugye aki él és mozog részegséggyártásban, mint egy 50 cég, az itt van Magyarországon, ha itt nincs, akkor ott van Szlovákiában. Tehát nagyon komoly előnyünk van, és nagyon gyorsan össze tudjuk állítani egy kínai márkájú, de Európai Uniós, hangsúlyozom Európai Uniós. Miért Európai Uniós? Ugyanis nem csak a szállítási költséget takarítani meg, nem csak a külső vállalat mennek
előfizetni, hanem ha Európai Uniós termék van, akkor a versenytársai nem tudnak ugrasztani azzal, hogy dömping ellenes eljárást indítanak a kínai termék ellen, mert ha Magyarországon gyártott kínai termék, az majd az a termék, és ott nincsen dömping. Zalati az, fafeldolgozás, kultúripar, high-tech, turizmus, vízgazdálkodás. Ugye Nógrád Kulisúnak ez is egy érdekes példa. Ugye a Nógrád megyéget emelte Kulisúban egyik Kína egyik legszegényebb tartománya, viszont a szénbányászat óriási jelentőség. És ugye kérdezték a nógrádiakat, hogy és hogy áll a szénbányászat Nógrád megyében, hát azok ugye szomorú arccal mondták, hogy és már volt. De, mondták a Kulisúnak, biztos van olyas valaki, aki 3-4-5 évvel ezelőtt még nyugat-európai technológiát alkalmazva bármilyen. Ó, ilyen van 200 év. Akkor lehet, hogy most embereket fognak a Nógrádra kiküldeni Guizsuba, és segíteni az ottani szénbányászatot. Kínai márkák termelése az Európai Unió miatt van. Megint csak az van, amit mondtam, nincs dömping, uniós terméknek számít, és ma már ezek a kínai márkák léteznek. Tessék megnézni egy kínai repülőtérnek a textil boltját, ott nem a Gucci van, ott a saját kínai termékek vannak, és nagyon szeretnék, hogy ezeket Európa nem is kérdezik. Turizmus. No, akkor örülök, hogy itt van, ráadásul ugye a Kusai nevet, ugye kínai körökben forgolódónak nem kell különösebben bemutatni. Nagyon örülök, hogy a BDO-nak van turizmussal foglalkozó szekciója, ugyanis turizmus tekintetében a helyzetben pillanat nem túlságosan biztató. Nézzük a számokat. Évente a kínai statisztika regisztrál 52 millió kiutazót. Igen ám, csak ennek 60-70%-a Macau és Hongkong, ami ugye a kínai fogalmak szerint ugye külföldnek számít. Ugye van a belső repülőtér, és van az International, Macau, Hongkong, stb. Európában ez már közelebbi 2,2 millió kínai jön. Az idén Magyarországra valószínűleg jön 100 000, ugye tavaly volt körülbelül 60 000. Na most hány vízumot is ad ki a magyar követség, ugye ez alatt kell érteni neki, de Csangát és Csúcsikot. Körülbelül 14 000. 8 000 Peking, 3 000 Csúcsik és Sanghaj. Na de 100 000 jönnek. Na most ez azt jelenti, hogy a 100 000-nek a döntő többsége a schengeni vízumból megérkezik valahol máshova, mert oda kell megérkeznie, de ahova kérdez. Ott tölti el a kiutazásának a nagyobb részét, mert ez is szabály, és aztán átjön 2-3 napra Magyarországra. Tehát, és az egész magyar turizmussal kint Kínában egy fő foglalkozik, aki tekintve van. Tehát itt előre kellene menni, és kellene egy rendes országpropagandát csinálni, és nekem azt mondják, hogy a csehek ugye Prágát elég szépen tudják népszerűsíteni, Budapestnek is megölne a maga lehetőségét. Nagy lehetőség a Prágász, ezzel én teljesen emlékeznek. Csúkinban ugye gyakorlatilag az egész tartomány város alatt meleg víz van, és tudnánk segíteni a kívánokat abban, hogy ők meg tudják tanulni, hogy mit kell azt tenni, hogy egy európai öcsillagos turistát ugye fogadni tudjanak. És ők meg tudnának nekünk abban segíteni, hogy mit kell nekünk tenni annak érdekében, hogy nálunk a kínai jól érezze magát. Ugye kínai promóció, erről beszéltem Kalika. Tessék mondani, hány olyan szálloda van Magyarországon, ahol van kínai rendben? Japán, kínai miért nincsen? És ha nincs kínai, akkor mégis mit akarunk bemutatni annak, aki ide akar hozni egy csoportot? Ugye, hány magyar szállodában, ha mondjuk ide jönne egy csoport holnap után, lenne valaki, aki kínaiul beszél? Nem az, hogy ír olvas, ugye? Csak hogy értsék a kivetésben hallgatók, a magyar ABC-ben van 34 betű, kínaiul, ha valaki 1600 jelet ismer csak, ez nagyjából az írástudatlanság szintje, ahhoz, hogy valaki normális értelmiségnek tartja, 4000 jelet kell ismerni, és ezeknek a bonyolultsága lényegesen nagyobb, mint mondjuk a magyar ónak, unnak vagy szépen.
Tehát én nagyon remélem, hogy a VB óta látjadási részlege rá fog erre feküdni. Nagyon sok lehetőség van Kelet-Magyarországon, wellness, spa, ugye, és legnagyobb örömmel működnénk abban közel, hogy mondjuk ezek a vállalkozások összejönnének a turizmus hatósággal, ahol a turizmussal foglalkozó cégek vannak. Elkerülendő hibák. Ugye hallunk, hogy itt volt a kínai miniszterelnök, Berlinbe ment, Londonba ment, utána Budapestbe jött. Na hát ennél aztán tényleg több, ugye a politikai támogatás nem van. Ez nem így van. Ugye a politikai támogatás megvan, de ez csak egy lehetőség. Ugye a kínai üzletemben azt várja el, hogy ne azt mondjuk neki, hogy itt van 20 hektár föld, ha azt csinálj te logisztikai parkot, ha megfizeted, nagyon szívesen megépítjük, stb. Mert tudja kérdezni, bocs, de az európai piacot ti ismeritek, ki fog ezért fizetni? Ugye rendben van, hogy majd jön a kínai járó. De hol van a kínai járó? Milyen kínai járó? Hova fog azt tovább menni? Tehát kidolgozott projektek kellene, ugye pusztán elgondolásra a kínai nem fogja idadni a pénzt. Második dolog. Ugye a piaci lehetősége. Magyarország 10 milliós piaccal sem. Egy kínai 10 millió fogyasztóért, bocsánat, ebből ugye kb. 8 millió van, aki szavazott korú, tehát 8 millió felnőtt, ezért nem fogom jönni a kínai. Kínainak azt kell bemutatni, hogy Magyarországon keresztül el tudom érni Közép-Európát, mondjuk ha veszek egy 1000 kilométeres rádiuszt, akkor abban már München benne van, abban már Észak-Olaszország benne. De a hivatalos támogatás, ezt nem győzöm hangsúlyozni a számít. Tehát ezért csináljuk meg a megyei tartományok együttműködést úgy, hogy van egy gazdasági szint és van egy politikai szint, és egy négy oldalú együttműködési megállapodás adja meg ennek a keretét. Megtisztelő számomra boldog vagyok, hogy az önkormányzatoknak mindezt elmondhattam. Hamarosan indul a kínai üzleti tanács, most egyeztetjük a statisztikumát a kínai partnercéggel. Nagyon szeretnénk, hogyha ebben az önkormányzatok részt vennének, ugyanis a részvételünk adta meg arra a lehetőséget, és itt ezt a kérdést közösen terjesztem elő partner szervezetünkkel, Pető Ernő úrral, hogy lehetőséget adna nekünk, hogy megismerjük, hogy konkrétan mire van szükségük az önkormányzatoknak, mi az, amit a helyi munkaerő támogatni tud, mi az, amit a helyi infrastruktúra támogatni tud, mi az, amit a regionális piac támogatjuk, annak érdekében, hogy minél több kínai jelenlét legyen nálunk, és Magyarország lassan-lassan egy kicsit közelebb kerüljön a világnak azon részéhez, ahol 8-10%-os növekedés van, és egy kicsit távol attól a részétől, ahol ugyan tradicionálisan rengeteg kapcsolatunk van, de ahol a növekedés az OECD szerint is mintegy 2%-ra számolosan, és még egy kötelességem van, hogy Felimertjén Zoltánnak megköszönöm, hogy itt beszélhettem, ők, mint szervezők, tették ezt lehetővé. Köszönöm szépen!